Jó látni. Hadd kezdjem rögtön egy-két kérdéssel. És pedig, szerinted mi a világ legfontosabb helye? Gyors egy-két ötletet szívesen hallanék a egyébként lelkes és proaktív közönségünktől. A menny. A menny, oké. Most a föld bolygóra gondolok. Itt hívők ülnek az első sorban, egyébként üdvözöljük a híveket is. Azokat is, akik nem hisznek. Tehát a Földön, a világon mi a legfontosabb hely szerintetek? Egy-két ötlet. Család, parlament. Tessék? Ovális iroda. Fehérház. Szuper, oké. Nos, hagyj fordítsak egy kicsit a kérdésen. Szerinted mi a legfontosabb hely a világon a tudósok szerint? Tessék? Ami? Agy. Az agy. Hú, de jó ez is. Az agy. Az én agyam. Meg a Szilvié. Na, mi a tudósok szerint? Még egy-két ötlet. Szív. Hát igen, az is fontos. Dobognia kell. Mi még? Az óceán, az egy nagyon érdekes ötlet. Még? Lehetne még az esőerdő is, ugyanilyen szempontból. Jó, szuper, hadd segítsek. A tudósok szerint a világ legfontosabb helye az igazából a norvég állam tulajdonában van. De nem Norvégiában található, hanem a távoli északi sarkon, a Spitsbergákon. Képzeljétek el, hogy ott egy magányos hegy fagyos belsejében található. Megmutatom nektek a bejáratát. Hogyha ez be lesz kapcsolva, akkor meg is tudom mutatni. Itt van. Tehát egy fagyos hegynek a belsejében található a tudósok szerint a legfontosabb hely a világon. Itt látjátok, ahogy a Zord északi sarki tájba mered ez az elhagyatott beton bejárat. Most a kérdés az, és most már ne lőjétek le a poént, most már eljátszottátok a lehetőséget, úgyhogy több lehetőségre nem várok. Mit őriznek vajon ebben? Mondom, nem kérek választ. Ugyanis itt bizony valamit őriznek. Úgy gondolják a tudósok, hogy ez a világ legbiztonságosabb helye. Ez a világ legjobban őrzött helye. És képzeljétek el, itt valamit őriznek. Nos, hogyha a tudósok őrzik, akkor nyilván valamit tudományos kell, hogy legyen. Nem aranytartalék például. Sokan egyben azt gondolnak, hogy hú, mennünk el akkor a Spitsbergákra, mert ott van az aranytartalék. Nem ott van. És nem is Einstein agya. Képzeljétek el, itt ezekben a dobozokban magokat őriznek. Több mint 5000 féle magot őriznek az úgynevezett globális magbunkerben, vagy magraktárban. Arra az esetre, hogyha a katasztrófa sújtaná a bolygót, egy bizonyos területet, egy cunami, egy földrengés elpusztítana, vagy egy szárazság. A legutóbbi években Közel-Keletről például fordultak a magbunkerhez, akkora volt a szárazság, hogy egyszerűen azok az adott növények, ami ott annak az adott országnak a táplálékához elengedhetetlenek voltak, egyszerűen megszűnt az utánpótlás, és a magbunkerhez mentek segítségért. Itt tehát több mint 5000 féle magot őriznek. Na most, szerintetek mi a legfontosabb hely a Biblia szerint? Ugye, és a Biblia is valamire felhívja a figyelmünket, ami Isten szerint a legfontosabb hely a világon. És ez a hely, ez nagyon hasonló ez a magbunkerhez, mert itt is őrzünk valamit. Ide is válságok esetén fordulunk, amikor nagy baj van, és tartalékokhoz kell nyúlnunk, akkor ide fordulunk mindig. Azt mondja a Biblia, hogy a legfontosabb hely az a szíved. Ott őrzöd azt, amihez te, hogyha egy csapás sújt az életben, akkor odafordulsz. Mindannyian odafordulunk, nem? Tehát, ha becsap az életbe egy rák, egy válás, egy munkahelyi elbocsátás, anyagi probléma, akkor mindig a szívünkhöz fordulunk. A kérdés az, hogy mit találsz ott. Tehát, hogyha a szívedbe nézel, hogyha válság esetén a szívedhez fordulsz, akkor mit találsz ott? Akkor találsz-e olyan tartalékokat,
amelyek segítenek téged a bajban. Akkor vajon olyan kincsekre bukkansz-e, ami téged megtart, ami gondoskodik a jövődről, amire azt mondhatod, hogy én biztonságban vagyok. Mert ha a szívemhez fordulok, ott van valami kincs, ami gondoskodni fog rólam. Vagy nincs? Ez itt a mai kérdésünk, hogy mit őrzöl a szívedben? Mi a te tartalékod katasztrófa esetén? És azt téged megtart-e? Sajnos a legtöbb ember, én azt tapasztalom, hogy a szívében nem azt őrzi, ami őt megtartaná baj esetén. Nem olyan kincsek vannak a szívünkben, ami hosszú távon a mi javunkra szolgálna. Ami megőriz minket egy csapás során. Mert a legtöbb ember a szívében, szerintem most már tudjátok, mit érez, a címből is ez következik, aggodalmakat. Ahogy említettem, a globális mag raktárban több mint 5000 féle magot őriznek. Szerintem mi, ha a szívünkbe nézünk, legalább több mint 5000 féle aggodalmat hordozunk. Ma erről lesz szó, hogy ez olyan segít? Tehát segít az, hogy a szívünk aggodalommal van tele? Ez lehet a legfontosabb, legjobb hely, ami tényleg megtartja az életünket? Az a baj, hogy sajnos mi keresztények is sokszor a lehető legrosszabb forgatókönyvet vesszük elő egy szituációban. Rögtön elképzeljük, és elkezdünk aggódni. Mert biztos, hogy a gyerek belegurult a biciklivel a patakba, és már fulladozik! Pedig csak csúszkál a csúszdán, és még nem találtuk meg. Miért kell rögtön a legrosszabb szituációt elképzelni? És ahogy mondom, mi keresztények is. Hagy gyors közvéleménykutatás, mert lehet, hogy egyébként teljesen félre megy ez a prédikáció. Tegye fel a kezét az, aki még sohasem aggódott, és nem tudom, miről beszélek. Na, szuper, oké. Tehát mindenki azért tudja, mi az aggodalom, mindenki aggódott, már nagyszerű. Ha esetleg a képernyők előtt van valaki, aki még sohasem aggódott, javaslom, hogy kezdjél bele egy házépítésbe. Ott az ember megtanul aggódni. Nemrég beszéltem egy fogorvos házaspár ismerősünkkel, nem messze építkeztek tőlünk, azt mondta a feleség a férjére, hogy az építkezés alatt őszült meg a férjem. És megértem, hogy miért. Én még nem őszültem meg, ha fekete hajam lenne, lehet, hogy már nekem is ősz lenne. De aggódunk azon, ami már megépült. Aggódunk azon, amit most építenek, és aggódunk azon, ami még meg sem épült. Egyszerűen mindenen lehet aggódni egy építkezésen. Tehát most már gyakorlatilag azon aggódom, hogy túl sokat aggódom. Tehát az már az a mélypont, nem? Amikor az aggodalmad miatt aggódsz. És akkor egyik reggel elhatároztam, hogy ez így nem mehet tovább. Egyszerűen bele vagyok fáradva az aggodalomba. És akkor eszembe jutott, hogy mi lenne, ha komolyan venném azt, amit Jézus mondott. Az nem egy rossz ötlet, nem? Tehát, hogyha hívő vagy, hogy egyszerűen komolyan veszed azt, amit Jézus mondott, meg hogyha esetleg még néha prédikálsz is, azért az nem egy rossz dolog. Te gondolkodtál már ezen? Mi lenne, hogyha úgy komolyan venném tényleg, amit Jézus mondott? Na, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én komolyan veszem. Én nem fogok aggódni. Most nem egy könnyű feladat. Te elhatároztad már valamikor, hogy többet nem fogok aggódni? Hogy ezt most komolyan veszem? Na, itt azért egy bólogatást láttam, 2-3, de azért nem tömegével bólogat mindenki. Persze, nem fogunk aggódni. Miért nem jutott még eszedbe? Mindjárt gyorsan felsorolom, hogy milyen rossz az aggódás. Nos, ahogy mondom, egyik reggel sétáltam, és rájöttem, hogy ez nem normális. Tehát úgy nem lehet élni, hogy folyamatosan aggódsz, nem? Viszont az normális, amit Jézus mond, hogy ne aggódj. Sokkal jobban élsz akkor, hogyha nem aggódsz. Nem? Úgy, hogy sokkal jobb az életed, sokkal jobb egy adott időszak, amikor abban nincs aggodalom. Mennyivel jobb úgy élni, mennyivel természetesebb, mennyivel normálisabb. Az aggodalom nem normális. Az nem természetes. Az egyszerűen nem jó nekünk. Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy teljes életet éljetek. Nem tudsz aggódó szívvel teljes életet élni. Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok ember azért nem tud teljes életet élni. Azért nincs egy sikeres párkapcsolata, azért nem sikerül a diploma, nem sikerül a nyelvvizsga, nem sikerül a karrier, mert szétaggódja az egészet. Mert nem fog sikerülni. Mert béna vagyok. Mert az az aljas HR-es a tanárokról, amit is beszélve az egyetemen meg a gimnáziumban. És akkor lehet, hogy meg se próbálja.
Maig emlékszem az egyetemen, az első fél év, első vizsgaidőszak előtt az egyik csoporttársam fölállt és hazament. Azt mondta, hogy inkább én megyek haza, mint hogy ezek engem megbuktassanak. És abba hagyta az egyetemet. Anélkül, hogy megpróbálta volna. És most 40-valahány évesen lehet, hogy bánja. Meg se próbáltam, mert szétaggódtam magamat. A legrosszabb forgatókönyvet elképzeltem, és inkább feladtam, mert nem bírtam a feszültséget. Nagyon fontos, hogy bírd a feszültséget, hogy meg tud birkózni az aggodalmaddal. Most megint egy őszinte kérdés, most nagyon sok kérdésem van, neked kell válaszolni, akkor tudod legjobban kihozni a maximumot ebből a beszédből. Te mennyit aggódsz? Te mennyit aggódsz? A pénzügyeid miatt, a párkapcsolatod miatt, az egészséged miatt, a munkahelyed miatt, a gyermekeid miatt, házépítés miatt, vagy egy titkos álmod, egy projekted. Te mennyit aggódsz? Havonta? Hetente? Naponta? Óránként? Percenként? Mindig? Őszintén gondolj bele, hogyha nagyon sokat aggódsz, akkor kérem, nagyon figyelj, mert semmi értelme. És most rögtön abba kell hagynod. Na, mindannyian aggódunk, pedig nem kéne. Miért? Egyrészt azért, mert most jön a 10 millió forintos kérdés. Segít bármit is az aggodalmad. Segít bármit is az aggodalmad. Ha valaha segített az aggodalmad, kérlek, tedd fel a kezedet. Mert szeretnék utána veled beszélgetni. Hát, ha én is egy-két tippet gyűjtök, és akkor legközelebb jobb lesz. Az aggodalmad javít-e a párkapcsolati problémáidon? Az aggodalmad segít-e megelőzni betegséget? Az aggodalmad hozzátette akár egy forintot is a bankszámlához? Milyen jó csend van? Tehát azért jó, amikor így szépen csend van, figyel mindenki. Ugye, hogy nem? Az aggodalom egyszerűen semmit sem segít. Nincs értelme. Azt mondja Jézus, aggódásával pedig ki tudná közületek is meghosszabbítani életét csak egy perccel. Semmit sem segít az aggodalom. Nincs értelme, hagyd abba. Az aggodalommal semmit sem érsz el, ahogy mondtam. Semmit sem tudsz változtatni. Egyedül egy dolgon tudsz változtatni az aggodalommal. Tehát egyedül egy dolgot vagy képes megváltoztatni az aggodalommal. Te magadat. Te magadat tudod megváltoztatni az aggodalommal. És az a következő pont, hogy az aggodalom árt neked. Az aggodalom téged tönkre tesz. Az aggodalom a Biblia szerint leverté tesz, aki a szívében aggódik. Állandóan levert leszel. Ideges leszel. Feszült leszel. Az nem segít a párkapcsolatodra, mert elkezded kiabálni a pároddal. Elkezded verni a gyerekeket. Elkezded konfliktusokba belemenni a munkahelyedben, mert állandóan feszült vagy az aggódás miatt. Negatív vagy. Nem mersz belevágni semmibe. Mert csak azt látod, hogy mi fog rosszul elsülni. Egy ideg görcs leszel. Az aggodalom, barátom, árt. Az aggodalomról le kell szoknod. Mert téged is tönkretesz a házasságodat, családodat, kapcsolataidat, karrieredet, álmaidat, mindent. Ez ideje komolyan vennünk az aggodalmat. Olyan keveset beszélünk róla, pedig nap mint nap küzdünk vele mindannyian szerintem. Azt mondja a Biblia, hogy leverté tesz. Téged tud csak tönkretenni az aggodalom. A múltadat meg tudod változtatni aggodalommal. Nem. A jövődet tudod befolyásolni az aggodalommal? Nem. Egyedül a jelenedre tudsz hatni, és a jelenedet pedig tönkreteszed. Semmi értelme aggódni. Az aggodalom az érdekes, hogy torzítja a valóságot is. Ez biztos nagyon sokszor észrevettétek. Teljesen más ilyen valóság szenáriót fest eléd az aggodalom, mint ami valójában vár rád. Tehát átélted majd hányszor és hányszor elképzelted a legrosszabb forgatókönyvet, odaértél, és egész más volt a valóság. És akkor te verted a fejedet a falba, hogy én idióta. Minek kellett ezeket elképzelnem?
Minek kellett a körmet rágnom? Minek kellett már megint szitkozódnom? Minek kellett kiabálnom a másikkal? Minek kellett idegeskednem? Ezzel csak a szívinfarktusomon segítettem. Nyugodj meg! Nem kell aggódnod. Nem segít semmit. Azt mondja a 23. Zsoltár a Bibliában, hogyha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól. Na most ebben az az érdekes, hogy nem arról van itt szó, hogy a haláltól félsz-e. Nézzétek csak meg! A halál árnyéka. Ez már bőven az aggodalomnak a felségterülete. Amikor nem a haláltól félsz, hát ott, hogy nem félek, de az árnyékától. Most mit kell tudni az árnyékról? Az árnyékról tudni kell azt, hogy az árnyék az nagyobb, mint a valóság. Igaz? Tehát biztos játszottátok már ti is naplementébe, gyerekek, meg család, megy a parkba, és akkor nagyon szép, hosszú árnyékaitok vannak. És akkor nézd, tehát háromszor akkora vagy, mint a valóságban. Milyen hosszú az árnyékod? Az árnyék sokszor nagyobb, mint a valóság. Ebben az is következik, hogy az árnyékától sokszor jobban lehet félni, mint a valóságtól. És ha a halál árnyéka völgyében járok is, én akkor sem félek. Én az árnyéktól sem félek. Ami viccesen hangzik, de remélem most már érted, mire gondolok. A másik. Az árnyékról azt kell tudni még, hogy nem csak, hogy nagyobb, mint a valóság, hanem ártalmatlan is. Az árnyék teljesen ártalmatlan. Sétálsz az út szélén, jön egy nagy kamion a naplementében, és a hatalmas árnyéka közeledik felém. Óriási árnyék van egy kamionnak. És az árnyék a kamionnak végig gázol rajtad. Történt valami? Nem történt semmi. Az árnyékről ezt kell tudnod. Nem kell tőle félned. Nem fog ártani neked egyáltalán. És sokszor, valljuk meg őszintén, olyan ostobák vagyunk, hogy az árnyékok miatt félünk. Ami nem létezik. Ami nem tud ártani, ami nagyobb, mint a valóság. Egyik kedvenc idézetemet hagy osszam meg veletek, ami a Biblián kívül van. Egy francia filozófus mondta azt, hogy az életben sok rettenetes dolgon mentem keresztül, amelyek közül a legtöbb meg sem történt. Hát mennyire igaza van, nem? Most hány itt maradhatnánk egész nap szerintem, hogyha egymásnak mesélnénk azokat a szituációkat, amelyeket végig izgultunk, és meg sem történtek. Hány és hány olyan szituáció van? Akár már ma? Hány olyan helyzeted volt? Meg se történt, és te végig izgultad az egészet. Semmi értelme az aggodalomnak, úgyhogy hagyd abba. Következő. Az aggodalom azért is veszélyes, ahogy az előbb is mondtam, mert megbénít. Ez, hogyha aggódsz, nem mersz belevágni dolgokba. Ha aggódsz, akkor mindig a leggyengébb oldaladat erősíted fel. Ha aggódsz, akkor mindig a legrosszabb körülményeket vetíted előre. Ez szerinted jó kezdés arra, hogy belevág valamibe? A legrosszabb. És nem mersz belevágni. Nem mered megcsinálni. Nem mered elhívni egy randevúra. Nem mersz elmenni az interjúra. Nem mersz belevágni egy házépítésbe. Mert állandóan csak a negatívumokat látod, állandóan aggódsz, és lebénítja az életedet. Így nem tudsz teljes életet élni. Így nem tudsz előre mozdulni. Így nem tudod a következő szintet meglépni. Ne aggódj, mert nincs értelme. Ismerjétek a viccet, biztos nem akarom elmondani, mert az nagyon gáz, amikor elmondod a viccet, és mindenkinek nevetni kéne, de már mindenki ismerte, úgyhogy ezt most kihagyjuk. A nyuszikás. Ismerjétek, amikor megy a fűnyírója a medvéhez. Mindenki ismeri, igaz? Akkor most nevessünk együtt egy jót. Na, ez őszinte volt, ez tetszett. Tehát megy a nyuszika a medvéhez a fűnyíróért. Mennyi mindent elképzel, igaz? És közben várja egy barátságos medve. Alig várja, hogy odaadja már neki azt a fűnyírót. És a nyuszika meg, ti olyat mond, amit én most nem mondhatok, Isten tiszteltem. És ez a vége. És hazamegy, és nagy a fű. És ideges. És majd felrobban. És utálja a medvét. És nem tudta lenyírni a főt. Mert csak aggódott. Mert a legrosszabb forgatókönyvet képzelte el. Mert a fikció, ez az érdekes benne, és ez a legnagyobb hülyeség szerintem az egészben. A fiktív valóság hatott az igazi valóságra. Elképzelte valami fikciót,
És azt gondolta, az a valóság, és teljesen tönkretette a valóságot. Ennyire fontos, hogy ne aggódj. Azt mondja a Biblia is, hogy sokszor az aggodalom a lustaságunknak az alapja. Egy jó kis kifogás gyakorlatilag. Azt mondja a példabeszédek könyve. A lusta, itt már lustának nevezi, azt mondja, hogy oroszlán van odakint. Biztos, hogy van egy oroszlán. Tudja, hogy van egy oroszlán. Tehát az nem létezik, hogy ez a HR-es az jó fel legyen. Az egy oroszlán. Az nem létezik, hogy a főnököm az fizetést emeljen. Hát az egy oroszlán. Meg se próbálom. Oda se megyek. Nem állok a sarkamra. Nem leszek kemény a tárgyaláson. Mert úgyis ledarálni. Mert az egy oroszlán. És inkább mit csinálok? Semmit. Mert aggódom. Mert egy oroszlán van odakint. Na most, hogyha Isten hívő vagy, akkor a legrosszabb az aggodalomba az, hogy az aggodalom, és ezt olyan gyakran, vagyis igen, olyan gyakran elhanyagoljuk. Vagy mondhatom így, olyan ritkán magyarázzuk így az aggodalmat, olyan ritkán prezentáljuk így az aggodalmat keresztény körökben, hogy barátom, az aggodalom, akár tetszik, akár nem, nézz szembe vele, az aggodalom az nem más, mint egy bűn. Gondoltál már erre? Az aggodalom az bűn. Hogy az aggodalmadat meg kéne vallanod Istennek, a mennyei édesapádnak, hogy aggódom. Hogy ne arra úgy, édesapám, de aggódtam. Ezt megvallod? Gondoltál már erre? Miért bűn az aggodalom? Egyik reggel az egyik kisfiunk ott ül a sarokba, rágja a körmét, és oda megyek, na mi a baj? Mondom, nagy baj van? Igen. De nem is, mi? Elvették a játékodat, te tesók? Nem. Akkor rossz pólót adott anya a mai napra? Nem. Kiöntötted a reggeli kakaódat? Nem. Akkor mi a baj, mondd el? Nem fogok semmit se kapni reggelire. Biztos, üres lesz a tányérom. Biztos, nem adtok nekem enni. Éhes leszek egész nap. Lehet, hogy pár nap után éhen is halok. Tehát mondott már a te gyermeked ilyet valaha? Tehát hála Istennek az enyém se. Ezt most csak úgy elképzeltem. Egy gyerek, az nem aggódik. Az nem jön oda azért, hogy lesz-e reggeli az asztalon. Mit fogunk enni? Mit fogok felvenni? Lesz a munkám? Ki lesz a párom? A gyerek az nem aggódik. És miért nem aggódik egy gyerek? Azért, mert hogyha van rendes, szerető, tisztességes szülője, inkább a feleségem, ő gondoskodik róluk elsősorban, akkor a gyerek tudja, hogy bízhat benne, igaz? A gyerek tudja, hogy bízhat az édesapjában, az édesanyjában. Kedves barátom, hogyha te hiszel Istenben, és aggódsz, akkor te nem bízol a mennyei édesapádban. Akkor te nem bízol benne. És az bűn. Azt valld meg neki. És kérd őt, hogy segítsen téged abban, hogy ezen változtass. Rick Warren, egy amerikai lelkipásztor, mondta ezt, hogy az aggodalom az ateizmus a gyakorlatban. Mert nem hiszed, hogy a mennyei atyád gondoskodni fog rólad. Barátom, ha aggódsz, amikor aggódsz, inkább így mondom, akkor jusson ez az eszedbe, jó? Legközelebb aggódni fogsz, jusson eszedbe, hogy a Viktor azt mondta, hogy most ateista vagyok. Ateista vagyok. Most nem hiszem azt, hogy van egy Isten, aki gondoskodik rólam. Most nem hiszem azt, hogy van egy Isten, aki majd kielégíti azt a szükségletemet. Most nem hiszem el, hogy Isten tudja, hogy mikor, hogyan kell azt a szükségletet nekem kielégíteni. Most nem hiszem azt, hogy Isten engem szeret. Olyankor ateistaként viselkedünk. Olyankor nem vagyunk jel a világban a hitetlen emberek számára. Ha te ugyanúgy aggódsz, mint a nem hívő kollégád, akkor hogy vagy te só? Hogy vagy te friss íz? Hogy vagy te zamatos? Hogy vagy te színes? Hogy vagy te értékes? Hogy vagy te más? Hogy sugárzik át rajtad Isten, hogyha a kollégád azt látja, hogy te ugyanúgy aggódsz, mint ő?
Ha a szomszédod ezt látja, ha a barátod, és nem tudod azt mondani, hogy nem jók a körülmények, úgy érzem, nem vagyok rá képes, de nem aggódom, Istenbe bízom. Ő gondoskodni fog rólam. Vagy így, vagy úgy. Nem biztos, hogy úgy, ahogy én akarom. De meg fog engem tartani. De fel fogok állni. Az egyik kedvenc bibliai igém, sokszor szoktam el hivatkozni, hogy a hívő lehet, hogy 7-szer elesik. De 7-szer is feláll. Én fel fogok állni mindig. Mert az Úr engem megtart. Mert az Úr engem felsegít. Amen? Amen. Na ez az. Tehát mi a megoldás? Ne elnyomd az aggodalmadat. Nem erről van szó, hogy el kell nyomnod. Ne harcolj, küzdj ellene, hanem fejezd ki Istennek imában. Barátom, ez a megoldás. Ismerd el, hogy most aggódtam. Mondd azt, hogy ne haragudj, menj el, édesapám. Bocsáss meg, Jézusom. Én most aggódtam. Én most megkérdőjeleztem a te erődet. Én most kételkedtem a te szeretetedben irántam. Bocsáss meg. Tudom, hogy szeretsz. Tudom, hogy nálad nincs hatalmasabb. Tudom, hogy minden erő a világegyetemben az hozzád tartozik. És ha te fenntartod ezt az univerzumot, hogy ne tudnád fenntartani az én életemet? Ha te megtartod a világegyetemet, hogy ne tudnád megtartani az én szükségletemet? Belegondoltál már ebbe? Hogyha az Úr fel tudja hozni a napot, és ma reggel is felhozta, hogy világítson és melegítsen, akkor hogy ne tudna befejezni egy nyomvat kis építkezést Veszprémben, nem? Akkor mit aggódom? Mit aggódsz? Bíz Istenben. Nincs értelme az aggodalomnak. Azt mondja a Biblia, ne aggódjatok semmi miatt. Tudod, mit jelent görögül a semmi? Semmi! Meg héberül is. Meg minden Biblia nyelven. Meg minden létező nyelven. Megnéztem a magyar értelmező szótárt is. Azt mondja, hogy a semmi a létező vagy elképzelhető dolgok közül egyik sem. Ilyen egyszerű. Tehát létező dolgok, érted? Nem kell aggódnod semmi miatt, ami létezik. De a legjobb hír az, hogy amit elképzelsz az okos kis buksitban, na amiatt se kell aggódnod. Semmi miatt nem kell aggódnod. Azt mondja a Biblia, ne aggódjatok semmi miatt. Mondd a szomszédodnak, ne aggódj semmi miatt. A másik szomszédnak is mondjad, mert ő még mindig aggodalommal teli szemekkel néz rám. Ne aggódj semmi miatt. Don't worry about anything. Azt mondja a Biblia, hogy hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, háladásotokkal együtt. Adjatok hálát az Úrnak. Lehet, hogy ez még nincs kész. Lehet, hogy én még nem jutottam el oda. Lehet, hogy ez rosszul fog elsülni. De ezt megadtad nekem, Uram. De ez megvan, Uram. De ezért én hálát adok. De nincs még vége mindennek. Én hálát adok neked. Én nézem azt a sok jót és ajándékot, amit tettél az életembe. És azért hálával van tele a szívem. Lehet, hogy ezt nem fogom megkapni, de te akkor is megtartasz engem. Amen? És azt mondja akkor, hogy Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. És itt az az izgalmas, hogyha elmondod az aggodalmadat Istennek, hogyha hálát tesz neki minden jóért, akkor utána béke lesz a szívedben. És a legjobb ez a béke, ez a fajta béke. Ez nem az a fajta béke, ami majd lesz remélhetőleg nem sokára, hogy kimegyünk a strandra, bemegyünk a vízbe, kijövünk a vízből, eszünk egy hekket, iszunk egy jó kis olasz rizlinget, kifekszem a napra, és azt mondom, drágám, olyan béke van a szívemben. Ez nem az a fajta béke. Ezt a fajta békét meg tudod oldani. Nem mindig segít. Azt mondja a Biblia, hogy ez a fajta béke, nézd csak, akkor Isten béke, amely minden értelmet meghalad. Minden értelmet. Na ez az izgalmas benne. Amikor odan egy barátod, egy kollégád, egy ismerősöd, és azt mondja, hogy összeomlott minden. Hogyha értelemmel nézed a szituációt, akkor azt mondod, hogy itt most tényleg összeomlott minden. Itt most tényleg kétségbe kéne esni. És hogyha veled egy ilyesmi történik, akkor az értelmeddel tudod, hogy itt most minden összeomlott. Az értelmeddel tudod, hogy ebből nem lesz semmi. Az értelmeddel tudod, hogy most állati nagy bajba vagy, és mégis béke van benned.
Na ez a fantasztikus. Ez az a béke, amit megkapsz akkor, hogyha hiszel Istenben. Tudjátok, volt egy ilyen szituáció a házépítés elején, amikor kaptam egy telefont. Most az volt az érdekes benne, hogy akkor, most figyeljetek, a régi öreg kis házat már lebontottuk. Teljesen a föld színével egyenlővé vált. Ott már nem tudott lakni az Áhonyi család. És akkor kaptam egy telefont, már emlékszem, hogy hol voltam, mikor volt, milyen időjárási viszonyok között. Ilyenkor mindenre emlékszik az ember, amikor nagy dolgok történnek. És kaptam egy telefont, ami azt jelentette, hogy a pénz, amiből a ház épül, az elveszett. Zéro, nincs. Miből fogunk építkezni? És tudjátok mit? Letettem a telefont, és utána jött a legrosszabb az egészbe, el kellett mondanom a feleségemnek. Ugye ez a legrosszabb? És tudjátok mit? Én ott, amikor azt láttam, hogy úgy bontottam le ezt a házat, hogy nincs pénzem, hogy másokat építsek helyettem, most kaptam a telefont, hogy elveszett a pénz. Tudjátok, mi volt a szívemben? Béke. És ezt most nem azért mondom, hogy egy jó illusztráció legyen a prédikációba. És most Isten és előttetek mondom, hogy ez így van. Egy olyan fantasztikus béke volt a szívemben. Egy olyan, ami az értelmemet meghaladta. Hát egy értelmes ember ilyenkor a viaduknak megy, nem? De hála Istennek, én ott nem értelmes ember voltam, hanem egy hívő ember. Mert az értelmemet meghaladta az a béke, ami a szívemben volt. Mert én nem a fejemmel néztem azt a szituációt, hanem úgy néztem, hogy tudtam, hogy ez az egész házprojekt, ez már 15 éve elkezdődött, ez egy hosszú projekt. Én büszke is vagyok rá, mert Dáviddal együtt vagyok egy társaságban. Dávid, mikor megtudta, hogy ő király lesz, Izrael királya az Ószövetségbe, fölkente őt. Sámuel, tudjátok hány évet várt, mire király lett? 15-öt. Én 15 éve építem ezt a házat. Úgyhogy Dáviddal együtt harcolok a céljaimért. És az Úr célba vitte Dávidot. Úgyhogy Dávid engem is célba fog. Isten engem is célba fog vinni. És ez a béke volt bennem, hogy Isten engem átvitt már olyan sok akadályon, olyan sok hegyet láttam, hogy elmozdított, olyan sokszor megoldotta az anyagi problémáimat, amikor ez az egész ház projekt indult, hogy ezt is meg fogja oldani. Uram, én most ehhez kevés vagyok. Uram, én ide értem a szakadék szélére. Uram, most te jössz. Ez volt bennem. Felhívtam a Tamást. Mondom, Tamás, ez a szituáció, kezd el imádkozni. Aztán, ha jól emlékszem, egy pár órával rá kaptam megint egy telefont, hogy meg fogjuk oldani. Meg lesz a pénz. Felhívtam Tamást, mondom, Tamás, kösz az imát, megoldódott. Azt mondja, Tamás, még csak most kezdtem neki az imát. Még azt mondja, hogy el se kezdtem igazán. Pedig már úgy ki akartam menni az Úr elé. Mondom, barátom, ennyi elég volt, köszönöm. Ez az értelmet meghaladó béke, barátom. Ez csak akkor van benned, hogyha a szívedben egy élő kapcsolat van az élő Istennel. Ez nem fog összejönni, hiába van több millió a bankszámládon. Hiába gondolod úgy, hogy rendben van a házasságod. Hiába látod azt, hogy egészséges a család. Hiába gondolod azt, hogy stabil a karriered. Akármi, akármikor összetörhet. Ez a valóság. Akármi, akármikor. De hogyha Isten ott a szívedben, ha Istennel van egy élő kapcsolatod, akkor itt lesz az a béke, ami az értelmedet felülmúlja. Amikor az értelmedet azt látod, itt most vége mindennek, na akkor gyullad ki ez a béke a szívedben. Psss, így. És béke van. És nem aggódsz. És meg fogod oldani Istennel a problémáidat. És túl fogsz rajta lépni. És fel fogsz állni. Amen? Amen. Semmi sem elég nagy, semmi sem elég ijesztő, semmi sem elég brutális ahhoz, hogy neked aggódni kéne érte. Ezt jó gondolnád. És a másikat is. Semmi sem annyira kicsi, semmi sem annyira jelentéktelen, hogy ne imádkozhatnál érte. Hogy az Úr ne segítene. Van egy szituáció a Bibliában, amikor az egyik próféta, ott is éppen egy építkezés volt, és véletlenül beledobta a folyóba a baltát. Egy elveszett balta.
Hát, hogyha van jelentéktelen dolog, kimész az obbiba, veszel megint. Tehát, hogyha van egy jelentéktelen dolog, barátom, az egy balta, ami elveszik a folyóba. És imádkoztak érte, és az Úr egy csodát tett, és meglett a balta. Földobta a víz, a vasbaltát. Az Úr megoldja, bármilyen kicsi és jelentéktelen, barátom, imádkozz bátran, és bármilyen nagy, ne aggódj érte. Hogyan tudod még ezt a hitet felszítani a szívedbe, és legyőzni az aggodalmaidat? Úgyhogy ismerd el minden nap, hogy Jézus a te pásztorod. Jézus a te pásztorod. Azt mondja a Biblia, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a jó pásztor. Mit csinál a pásztor a juhaiért? Mit csinál a juhokkal a pásztor? A pásztor védi őket, igaz? Nem tudom, tudtátok, hogy kétféle botja volt annak idején, mostanában nem tudom, hogy ez hogy van, de közel kettő. Kétféle botja van a pásztornak. Van egy bot, amivel védelmez. Egy jó nagy furkós bot. Vagy jó oda tud sújtani egy farkasnak, vagy egy vadállatnak. És van egy ilyen hurkos bot, a püspökök szoktak egy ilyen hasonlót, az meg azért mondja, hogy a báránykának a kis nyakát így megfogja, és akkor visszahúzza a szikla szélére, hogy nehogy leessen. Az egyikkel védelmez, a másikkal meg megment. A másikkal vezet, terelget téged. A jó pásztor megvédi a juhokat. A jó pásztor kielégíti a juhok szükségleteit. Zöldellő rétekre vezet, ahol mindent meg fogsz kapni. És a jó pásztor vezet téged, tanít téged, a jó irányba visz téged. Barátom, hogyha hiszel, akkor Jézus a te jó pásztorod. Miért aggódsz? Ő védelmezni fog téged. Ő kielégíti a szükségleteidet. Ő vezet téged bölcsen és szeretettel. Megadja neked mindig azt az üzenetet, amire neked szükséged van. Most van egy nagy problémád, és nem tudod, hogy fogod megoldani. Csak kérd imában az Urat, hogy adj bölcsességet. És megadja. Amen. A másik, hogy úgy tud jó pásztor lenni Jézus neked, hogyha én erre egyébként most tudatosan ráálltam, hogy minden reggel, amikor sétálok és imádkozom, akkor mindig próbálom azt belefűzni, hogy te vagy az én jó pásztorom. Nem kell ma sem aggódnom. Te engem védelmezni fogsz, a családomat is. Te engem vezetni fogsz, adsz nekem bölcsességet, hogy minden problémát megoldjak. És te kielégíted a szükségleteimet. Nem aggódom, benned bízom. Te vagy az én jó pásztorom, Jézusom. Úgyhogy bátorítalak arra, hogy te is minden nap ezt imádkozz el. Minden nap lásd, hogy van neked ott valaki, aki megy elől, és te utána mész. Nem mindegy, hogy hová mész, mindegy, hogy mitől félsz, hogy mit hoz a holnap. Azt látod, hogy Jézus előbb ér oda. Mert ő megy elől, te utána mész. Jézus már ott volt, amikor te odaérsz. Ő előkészíti a helyet neked. Nincs aggódni valód. És tettekben is Jézus tedd az első helyre. Akkor lesz ő a pásztorod, hogyha tettekben is ő mindig első lesz. Hogyha Jézus az első a naptáradban, igen, én vasárnap ott vagyok az Isten tiszteleten. Igen, én fel akarok töltődni Isten jelenlétével. Én meg akarom erősíteni a kapcsolatomat az én jó pásztorommal. Igen, én fel akarom emelni a szívemet dicsőítésbe, hogy tele legyek hittel és reménnyel. Igen, nekem ott a helyem vasárnap. Első Jézus a naptárba. Ott a helyem egy házi csoporton, ahol erősítem a kapcsolatot a barátaimmal, a hittestvéreimmel, és erősödik a hitem, a kapcsolatunk, és megtart engem hétköznap is. Mert egy híradó nem fog téged megtartani. Az internetes hírportálok nem fognak téged megtartani. A sorozatok nem fognak téged megtartani. A sportesemények, a játékok, a kikapcsolódás, a hobbi nem fog téged megtartani. Ezek is fontosak, ez is lehet jó. Kapcsolódj ki, természetes. De amikor igazán nagy krízis üt be, ott csak a jó pásztorot tud téged megtartani. És ő tud téged kivezetni. És legyen Jézus az első. Úgy ismered el, hogy ő a jó pásztorod. Minden más területen, nem csak a naptáradban, a pénztárcádban is. Igenis áldozok az Úr ügyeire. Igenis áldozok Jézusnak, hogy minél több ember reménnyel éljen. Hogy minél inkább eljusson ez az üzenet másokhoz is. Igen, én elismerem, hogy Jézus az első a konyhában is. Én úgy étkezem, igen. Nem torkoskodom, nem teszem tönkre ezt a testet, amit ő adott nekem. Mert az én testem az a Szent Szellem temploma, így van? Tehát én arra vigyázok, én azt ápolom. Jézus az első ott is, Jézus az első a hálószobában is. Jézus az első a gyerekszobában is. Mindenütt ő az első. Ő határozza meg az értékrendemet, azt, ahogy élek, ahogy gondolkodom. És hogyha így Jézus tényleg a pásztor lesz, akkor te tényleg az ő juha leszel, és nem kell aggódnod. Mert akkor tudod, hogy a te jó pásztorod vezet, védelmez
és kielégíti a szükségleteidet. Már csak 3 ponton van hátra. Csak a mára legyen gondod. Csak a mára legyen gondod. Egy héten 2 napért kell aggódnod. Ezt most megmondom, jó? Most akkor többé nem kell. Rendben van? Ez egy egyszerű lesz, nem? Tehát ez egy gyakorlatias tanítás. Abszolút praktikus. Holnap már használhatod. 2 napért kell aggódnod a héten. Rosszul olvastam. 2 napért nem kell aggódnod. Majd meg könnyebb, nem? Tehát 2 napért nem kell aggódnod a héten. Csak 2-ért. A tegnapért meg a holnapért. Meg lesz? Hát nem vagytok túl lelkesek. Csak a tegnapért és holnapért ne aggódj. A mai napért viszont gondoskodni fog Isten. Azt mondja Jézus, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég a napnak a maga baja. Tehát ne kezd el azt, hogy mi lesz majd 1 év múlva, meg 5 év múlva, meg 10 év múlva, meg 20 év múlva. Az egyik fiam szokta azt mondani időnként, van egy ilyen szófordulat, hogy apa, kis óvodás, ha majd én apuka leszek, akkor... Mi? 4 éves vagy. Na most azon a góc, hogy mi lesz, hogy majd apuka leszel. Tehát most ezen jót nevetünk, és azt mondjuk, hogy ha-ha-ha, ha-ha-ha, milyen gyerekes, ha-ha, milyen vicces, ugyanezt csinálod, barátom. Amikor azt mondod, hogy jaj, de mi lesz majd jövőre? Jaj, mi lesz majd 5 év múlva? Mi lesz majd 10 év múlva? Jaj, a nyugdíjam! És akkor már most majd megőrülsz. Hát persze, tegyél érte valamit. Hát dolgozz érte, hát intézzed. Ne aggódj fölöslegesen jövőbeli eseményekért. Tedd azt, amit kell a mába, a holnapot bízz Istenre. Amen? Na, a következő dolog, ez nekem nagyon, nagyon sokat segített, én nagyon, nagyon szeretem ezt, tényleg nagyon praktikus. Tehát amikor nagyon aggódsz, nagyon tele vagy feszültsége, és mindenére, az egyik legjobb dolog, amit tudsz tenni, ezek után, hogy imádkozol, bízol a te jó pásztorodba, csak a mai napra figyelsz, stb. Az egyik legpraktikusabb, legjobb dolog ez. Figyeljetek ezt a részt. Ezt mondja a seregek ura, tehát Isten, azoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba hurcoltak. Tehát most gondold el, elhurcolták az izraelieket egy idegen hatalomhoz, mert elfoglalták az ő országukat. Tehát száműzve voltak az otthonaikból. Egy idegen hatalom alá kerülnek, Babilonba. Na, ott aztán lehet aggódni, nem? Tehát elhurcolnak az országodból, egy idegen országba, ott vagy a családoddal, elvesztetted a házadat, elvesztetted a munkahelyedet, nem tudod, hol fogsz lakni, nem tudod, mi lesz a munkád, egyszerűen nem tudod, hogy mi fog történni, hogy ott agyonvernek-e téged, vagy mi lesz az ellenség kezében. Ott aztán lehet aggódni, nem? Mit mond Isten? Mit csináljanak a zsidók? Építsetek házakat. Ezzel építkezem. Egyétek gyümölcsét, vegyetek magatoknak feleséget. Barátom, vegyél magadnak egy feleséget. Fiúk és lányok szülessenek, fiaitok házasítsátok meg, lányaitokat adjátok férhez, hogy ők is fiúknak és lányoknak adjanak életet. Tehát mit csináljanak? Éljetek! Éljetek! Tedd a dolgodat! Menj munkába! Játsz a gyerekekkel a játszótéren. Egyetek jókat, bonts egy bort. Tehát ne bénítson le teljesen az aggodalmad. Tedd a dolgod. Éld az életet. Amen? Tudjátok, én hónapokig a kis albérleti lakásunkban nem mondottam egy palaszbort se. Na, én itt nem fogok bort inni. Ilyen körülmények között. Én itt aztán nem mondom bort. Majd, hogyha meg lesz a szép új házunk, ott aztán lesz dínom-dánom. Az éles stílus. De itt? Én itt nem mondok bort. És egy idő után belebetegedtem. De nem lehet várni már olyan sokáig. Hát itt is élni kell az életet, itt is ünnepelni kell. Hát nem mondhatunk mindent, hogy majd, ha beköltöztünk, majd akkor. Addig megőrülünk, mert mindent megvonunk magunktól. Ugye a Bibliája is benne van, hogy ne csak vizet így áll, barátom, hogy ilyen egy kis bort is. Most ezt az idézetet nem írtam ki, de akit érdekel majd engem. Tényleg benne van. Na, utolsó pont. Hány percnél állok? Benne vagyok még? Még 4 percem van? Vagy már 4 percet túléptem? Következő pont. Ne aggódj, mi? Szuper, szuper. Na látjátok, ez a klassz, amikor az ige hirdető észreveszi, hogy tanul a nép. Már másként gondolkodok, már pozitívak. Ne aggódj, jó ez a beszéd. Amen. Amikor a hit kevés. Hát vannak olyan szituációk az életben, barátom, hogyha hívő vagy, főleg figyelj, amikor a hit kevés. Most van itt egy-két értetlen arc, ne aggódjatok. Ja, megmagyarázom. Ismerjük ezt a bibliai részt, hogyha ismerjük a Bibliát, és olvassuk, hogy az ördögök is hisznek, mégis aggódnak, mégis rettegnek, mégis félnek. Most mi a különbség az ördögök hite, meg Isten gyermekeinek a hite?
Az Isten hívők hite között. Mi a különbség? Tehát az ördögök hiszik azt, hogy Isten van. Isten van. Mégis rettegnek. Mi is hiszük Isten, hogy van, de mi? És nem véletlen, hogy Tomi az egyik vezetőségi tagunk. Ő már rögtön mondta választ. Barátom. A bizalom a kulcs. A bizalom a kulcs. Na most megint egy őszinte kérdés. Nézd a szívedbe. Te csak hiszed, hogy Isten van, vagy bízol is benne? Most ez egy nagyon fontos kulcskérdés. Mert ha csak hiszed, hogy van, azzal nem mész sokra. Az ördögök is hiszik, mégis látjátok, ott vannak a pokolba és rettegnek. Vagy bízol-e Istenben? Vagy ő a te pásztorod? Ő a te megváltód? Hiszed azt, hogy ő gondoskodni fog rólad? Ez egy olyan kulcskérdés, hogy hiszem azt, hogy nagyon sok kereszténynek ezt újra kell tanulnia, gondolnia. Hogy ne csak higgyen Istenbe, hanem bízzon is benne. Nap, mint nap. Nagyon sok keresztény szerintem egy ilyen tudathasadásos állapotban van. Hiszik azt, hogy Isten van, hiszik azt, hogy Isten a megváltó, Jézus a megváltó, és mégis aggódnak. Ez milyen hit? Ez milyen hit? Ez a hit nekem nem kell. Szerinted vonzó ez a hit bárkinek is? Oda mész a kollégáthoz, és akkor hú, Isten él, Istenben hiszek, Jézus, hogy megváltom. Á, lehet, hogy holnap kirúgnak. Ez szerinted tanúság? Tehát ez szerinted hit? Ez szerinted az a sugárzó, reménnyel teli Isten kapcsolat, ami vonzó, ami kell neked? Hát ez nem az. Az aggodalom szerintem az utolsó végvára a hitetlenségnek. Tehát, hogy az előbb is mondtuk, az aggodalom az gyakorlatilag ateizmus. Ateizmus a gyakorlatban. Amikor nem bízol Istenben. Van egy nagyon jó sztori, Rick Warren-től hallottam ezt is, ettől az amerikai lelkipásztortól. Képzeld el, megérkezel a buszpályaudvarra valahonnan, ott van nálad a táskád, vársz a következő buszra, hogy tovább menjél. Egyszer csak jön egy barát autóval. Akkor indeked, hogy szálljál be. Szuper! Beugrasz a kocsiba, és akkor a táskád, a hátizsákod, az még mindig ott van a hátadon. És úgy ülsz be az autóba. És akkor beülsz, indultok, és akkor a barátod egy időt egy ránéz, hogy most a hátizsák, most komolyan ott van a hátadon? Hát miért nem teszed le? Hát tedd le az ülésre, vagy tegyük be a csomagtartóba. Nem, azért jó, az úton jó. Majd én viszem. Tedd már le. Hát, ez van itt hely, látod, de te elbírja az autó. Nem? Nagyon köszönöm, így is nagyon sokat segítesz, hogy engem elviszel, de a hátizsákot azt majd én viszem. Na most ez milyen logika? Tehát ennek van értelme? Hát nem így vagyunk sokszor keresztények, hogy persze, Isten engem megváltott, igen, Jézus az én megváltom, én majd a mennyországba jutok, de most én hagy aggódjam halálra magamat, oké? De ez a kis zsák, ez a kis teher, ez az enyém. Én azért csak aggódom a betegségemért, én azért csak aggódom az anyagi ügyeimért, én azért csak aggódom a gyerekekért, én azért csak aggódom a párkapcsolatomért, én azért csak így aggódom, jó? Ez nem az a hit, barátom. Nyugodtan, most mindenkit felhatalmazok rá, tegyétek le a terheiteket, és adjátok oda az Úrnak. Ő majd gondoskodni fog rólatok. Amen. Ez az egy ima van szerintem, amit nagyon sok kereszténynek újra meg kellene tanulnia, hogy hiszek benned, Jézusom, de segíts a bizalmatlanságomon. Mert ahogy a Biblia mondja, hogyha Jézusban a te mennyei atyád mindent odaadott, akkor hogy ne adna nekünk vele együtt mindent? Jézus az életét adta, érted? Hát hogy ne segítene a te kis ügyes, bajos dolgaidba? Amen? Bízz benne, ne csak higgy benne. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.